Sziasztok! A mai videóban egy újabb kérdezfelelek videóval jöttem el nektek. Egy olyan 3 hónappal ezelőtt volt a legutóbbi kérdezfelelek rész, és újból kértelek titeket az Instagram sztorimba, hogy tegyetek föl nekem kérdéseket, és lássuk, hogy miket is kaptam evel az alkalommal. És akkor az első kérdező az nem más, mint Erzsébet.h, népszerint Horváth Erzsébet kérdezte tőlem. Ő azt kérdezte tőlem, hogy véleményem róla, hogy mit gondolok róla. Nagyon megértő, kedves, őszinte, bármit meg lehet vele beszélni. Hát mostanában nem sokat beszélünk egymással, mert én Fehérvárra járok tanulni, így hát elváltak az útjaink a tavaly tanév végén a vizsga után, tehát elváltak útjaink, én Székesfehérvárra járok tanulni, ő meg elkötözött a párjához Miskolcra, így hát nem nagyon beszélünk egymással, se Messengeren, se személyesen nem beszéltünk mostanában egymással, de abban az időben, amikor tavaly egy szakmán voltunk, nagyon jól kijöttünk egymással, és bármit meg lehetett egymással beszélni, így hát ez az őszinte véleményem rólad, kedves Erzsébet, kedves Erzsi, kérdező pedig BT7 alsó vonal Csányi, a fenomén kérdezett tőlem, ő azt kérdezte, hogy véleményem róla. Hát én mindig azt gondolom, amit ha legutóbb elmondtam 3 hónappal ezelőtt, azóta semmi nem változott. Hát kedvesnek tartom, megértőnek is tartom őt, és egyszerűen ő felszokott itt járni az U16-ból hozzánk, de különlegesen nincsen rólam vélemény, vagy nincsen róla véleményem. Hát nem sokat beszéltünk, amikor meg beszéltünk, akkor jól el tudtunk beszélgetni. Hát, kedves Csányi, ez a véleményem rólad. Hát, tudom, hogy Csányi Bálint vagy, de nem akartam bemondani a videóba, de most már mondtam. Hát ez a véleményem rólad. Második kérdező pedig Kicsen 05, ő azt tette föl, hely Lacsi, szerinted lesz jövőd a felnőtt labdarúgásban? Én úgy gondolom, ahhoz, hogy én nekem jövőm legyen, én nekem egyet kellene fejlesztenem magamon, azt pedig a gyorsaságomat. Az évek alatt kicsit visszament a sebességem, mert 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt a sebességem jobb volt, mint a mostani sebességem, én azt vettem észre a mérkőzések alapján, és a második pedig, hogy edzésen kellően odafigyeléssel csináljam, mert picit szétszórt vagyok néha, hogy pár gyakorlat nem úgy megy, ahogy kellene, és a harmadik pedig fegyelmezetten, hogy nem a másikra hallgatók, hanem az edzőnek az utasításaira, hogy ő mit mond, így hát 3 fő dolgot kell javítanom ahhoz, hogy felnőtt labdarúgásban jövőm legyen, és akkor, hogyha ezeket fejlesztettem, akkor utána talán lesz jövőm ebben a felnőtt szintéren, hogy kibontakozzak, így hát én látok bennem lehetőséget, hogy lesz jövőm a felnőtt labdarúgásban. A negyedik kérdező pedig Csete alsóvonal Márk tette föl. Szia! Kérdeztem tőled valamelyik nap, ha emlékszel. Persze, emlékszek rá, hogy valamelyik nap kérdezted tőlem ezen a héten, és te azt tetted föl nekem, kedves Csete Márk, hogy szerintem kinyeri a Bajnokok Ligáját. Én szerintem a 2022-23-as Bajnokok Ligája győztese a Napoli lesz. Én azért gondolom, hogy ők nyerik a Bajnokok Ligáját, mert Spalletti nagyon jól rakta össze a csapatot, Osimhen megállíthatatlan, persze most sérült, így hát a hétvégén nem játszik most ezen a hétvégén, amikor a videót kirakom, de reméljük, hogy meg fog gyógyulni addigra. Osimhen egyszerűen csodálatos formában van, a védelem jó van összerakva, egyszerűen zseniális, így hát meg meret is, ahogy véd a kapuba, eszméleten a csávó. És nem tudnám elképzelni, hogy nem ők nyernék meg ebbe az idényben a Bajnokok Ligáját. A szériában fenomenálisan teljesítenek, így hát vezetik a szériát, így hát ezért őket gondolom
hogy ők nyerik meg a Bajnokok Ligáját. A következő kérdező pedig nem más, mint PPP alsóvonal Dani kérdezi, hogy szia Laci, hogy vagy mostanság? Köszönöm szépen, jól vagyok. Kicsit fáradtnak érzem magam, nem tudom miért. Így nem tudom, időváltozás miatt, de jól érzem magam. Tehát jól érzem magam, jól vagyok. Köszönöm szépen a kérdésedet. A következő kérdező az nem más, mint Besenyei Balázs. Ő azt tette föl nekem, mi a legnagyobb célom a világban. Három fő tevékenységre fókuszálok mostansága legjobban, az a sport, a foci nálam 8 éve, több mint 8 éve, az iskola per munkahely és a YouTube, ez a három fő tevékenység, és ezen kívül van a család. Elsőnek a fociról. Én nekem a legnagyobb célom a fociban legalább az NB2, NB3-as szint elérése. Én nekem az fekszene a legjobban. Persze NB1, meg NB1. Én oda már nem leszek elég. Úgyhogy én úgy érzem, hogy én nekem már az a karításom nem lesz meg, hogy NB1-es focista lehessek. Úgyhogy én nekem egy NB2, NB3-as szint már a legnagyobb céljaim között szerepel, és így ez a legnagyobb célom ebben a tevékenységi körben. Következő iskola per munkahely, elvégezhessem a második szakmámat, az élelmiszereladói szakmát, utána elmehessek dolgozni egy jó kereső munkahelyre, ott letölteném a 8 vagy 12 órás munkámat, hazajönnék és családdal lennék, nagyon jó, és minél többet keressek azon a munkahelyen, ahol fogok dolgozni. És akkor a YouTube-on a legnagyobb célom fokozatosan fölépkedni a ranglétrán, először pedig a legnagyobb célom a következő 3 évre az nem más, mint a 100 000 feliratkozó elérése YouTube-on, így hát ez a nagy célom a 100 000 feliratkozó, és akkor utána pedig fölépkedni a ranglétrán, ahogy a nagy youtuberek is tették, először az 50 000, utána az 100 000, 150, 200, 250, és akkor úgy a 300, és akkor úgy lépkedek följebb a ranglétán. Én nekem ez a nagy célom ebben a 3 fő tevékenységben. Jöjjön Daniel Csógor, népszerint Csögör Daniel kérdése, ő azt tette föl, hogy ki a legnagyobb példaképed a fociban, és miért. Én nekem 2 példaképen van most manapság a fociban, én nekem Szoboszlai Dominik, a másik pedig Böde Dániel. Böde Dániel régebben volt a példaképem, amikor a Ferencvárosban játszott, hétről hétre jobbnál jobb mérkőzéseket játszott a Fradiban, mostansága a Paksban lett visszarakva csatárba, mert ő védőt játszott, középső védőt az előző edző alatt, de mióta Bognár György visszatért Paksra, azóta csatárként játszik, és visszatért a csúcsformájába a 100 kilós Böde Dani. A második pedig Szoboszlai Dominik. Magyar válogatott focista, csapatkapitány most Marco Rossi kezei alatt, és nagyon jól jött neki ez a csapatkapitányi karszalag. Jobban élvezi a futballt, mióta több lehetőséget kap Marco Rossinál, és az RB Live cikkban is hétről hétre hozza jó formáját. Eszméletlen a csávó, 40 milliós értéke van most már a Transfermarkt adatai szerint, és eszméletlen, tehát nem volt mostanság ekkora nagy középpályásunk, mint Szoboszlai Dominik, persze mondhatnánk Dzsuzsák Balást is ide, de Szoboszlai Dominik szabadrugás specialista, tehát ez a véleményem Szoboszlai Dominikról, és egyszerűen, és persze találkoztam vele itt személyesen Sászen Miklóson, mert kint volt a Sárvogádese Főnix mérkőzésen, és sikerült egy képet csinálnom a magyar válogatott mostani csapatkapitányával, eszméletlen, tehát azóta is nagy emlék számomra ez,
hát ő a legnagyobb példaképen mostanság, hogyha ez közül a kettő közül kellene választanom, akkor most Szoboszlai Dominika a legnagyobb példaképen. Hogy megtekintettétek ezt a mai videót, hogyha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és nyomd be a csengőt, hogy le ne maradj a következő fajta ilyen fajta videóról. Találkozunk jövő héten vasárnap, én mindig Laci voltam. Na, sziasztok!